Nacsa Lőrinc szerint nincs megállás a baloldal halálkampányában. A KDNP frakció szóvivője úgy látja, az ellenzék a koronavírus megjelenése óta mindent megtesz, hogy lejárassa a védekezésben a résztvevőket. Ez lesz a ma reggel első témája Tita Nilla vendégével. Jó reggelt, szervusz Ferenc, üdvözlöm a nézőket. Mai első vendégünk Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ugye az elmúlt napok egyik legnagyobb port kavart botránya az Hatházi Ákos Facebook bejegyzéséhez kötődik. Ugye ő közzétett egy videófelvételt, amely a Szentendrei Halottas Házban készült. Sokan hát nagyon komolyan bírálták, hogy ez kegyeletsértő ez a videó, és ugye a szentendrei baloldali polgármester vizsgálatot is indított ebben az ügyben. Hatházi Ákos azt érzékeltette ebben a bejegyzésben, hogy a kormány hibája, hogy olyan állapotok uralkodnak ott, amilyenek uralkodnak. Hogyan értékeli ezt az akciót azóta? Egyébként Hatházi Ákos németországi felvételeket is közzétett. Hogyan értékelhető ez az akció, és egy ilyen bejegyzésnek milyen hatása lehet arra, hogy az emberek mennyire bíznak a vírus elleni védekezésben, vagy a kormány intézkedéseiben? Úgy lehetne nevezni, hogy felpörgött az ellenzéki álhírgyártás, hiszen azért, amit Hatházi Ákos, sőt egyébként más ellenzéki politikusok is a múlt héten, vagy az azt megelőző héten tettek, az arra még korábban sem volt példa. Tehát a Korosféle kamu videó, az ugye a járvány előző hullámánál volt egy hasonló próbálkozás az ellenzéki pártok részéről, akkor főként ugye az MSZP volt érintett ebben az ügyben. Azonban most például Hatházi Ákosnak ezek az álhírterjesztései, de utalnék itt például arra, hogy Szabó Tímea pont egy hete másfél percen belül 4 álhír közölt egy interjúban. Ez mind-mind azt a célt szolgálja az ellenzéki pártok részéről, hogy ezzel próbálják rombolni a járvány elleni védekezésbe vetett társadalmi bizalmat, és nagyon súlyos, nagyon negatív következményei lehetnek, hiszen Hatházi Ákos, de Szabó Tímeát is, és a többi ellenzéki politikust is több ezeren követik, elhiszik azokat az információkat, amelyeket állítanak, és ezzel jelentősen rombolják a járvány elleni védekezésnek a hatékonyságát, tehát ilyen kiélezett helyzetben, amikor mindenkinek pontos, hiteles és friss információra lenne szüksége. Az ellenzéki politikusok nem azt szolgálják ki, nem a megfelelő információkkal látják el a saját választóikat, hanem éppen ellenkezőleg megtévesztik őket és álhíreket közölnek. Hatházi Ákos egy vízimentőst is úgymond betámadott, azt mondta, hogy ez a bizonyos férfi azért kapta meg már a védőoltást, mert sok pénze van és befolyásos jó kapcsolatai. Később kiderült, hogy ez a férfi vízimentőként dolgozik egyébként az év 12 hónapjában, és ezért kaphatott már oltást. Hatházi Ákos, ahogy én láttam az ő Facebook oldalát, nem kért bocsánatot ettől a férfitől. Igen, mind a mai napig várják a bocsánatkérést az érintettek Hatházi Ákos részéről. Ez nem történt meg. Egy magyarázkodó posztot tett ki a közösségi oldalára, ugyanakkor ez nem bocsánatkérés. És egyébként ez jellemző ezekre a baloldali politikusokra. Ahogy az előbb említett, Kóros Lajos sem kért bocsánatot lényegében a kamu videó miatt, továbbra sem mondott le semmilyen tisztségéről. Ugyanúgy Szabó Tímea sem kért bocsánatot azért, mert már sokat szóra álhírt terjesztett, és Hatházi Ákos esetében is ugyanez elmondható. Nincsen felelősségtudatuk, egyszerűen az a cél lebeg a szemük előtt, hogy az ilyen álhíreken keresztül rombolják a kormánynak a támogatottságát. Mennyire üthet ez vissza? Tehát itt az említett Szabó Tímea interjúban, ugye például ilyeneket mondott, hogy azért van most veszélyhelyzet, és azért nem olt elég gyorsan a kormány, vagy azért nem oltják elég gyorsan az embereket, hogy minél tovább lehessen veszélyhelyzet, és az ellenzék ne tudja megtartani az előválasztásokat, amelyeket ugye őszre terveznek. Mennyire üthet ez vissza? Tehát, hogy ezek a folyamatos téves információk, amiket itt látunk, azért itt, ha megnézzük a politikusok Facebook oldalait, vannak kommentelők, akik sokalják ezt, tehát sokalják azokat az információkat, amik már sokat szorra bizonyosodik be, hogy tévesek.
Még a saját szavazóik is megörökölyödnek sokszor, és egyébként a közösség oldalakon látszik, hogy már ők is azt írják nekik, hogy ne vigyék túlzásba, ne tolják túl a biciklit, és igen, egyértelműen látjuk, hogy a járvány első hullámánál is ennek nagyon komoly támogatottságbeli hatása lett, tehát a választók általában egy-egy ilyen krízis helyzetet követően összegzik, értékelik azt, hogy mondjuk melyik politikai oldal hogyan teljesített a krízis helyzet során, és hogyha úgy értékelik, hogy az ellenzék nem tett hozzá védekezéshez, sőt hátráltatta, akkor az minden bizonnyal csökkenteni fogja ezeknek a pártoknak és ezeknek a politikusoknak a támogatottságát. Ráadásul ugye itt már korábban is beszéltünk arról, hogy azt várják el a szavazók is, hogy legyen egyfajta együttműködés, egyfajta konszenzus a pártok között, és ugye Szabó Tímának például az állítása, miszerint még oltási program sincsen Magyarországon, hát ezek az állítások egyértelműen nem azt a célt szolgálják, nem abban az irányba viszik a magyar politikai életet, hogy legyen egyfajta konszenzus, legalább az alapállításokban állítsanak igazat az ellenzéki politikusok, hanem éppen az ellenkező irányba halad az ellenzéki kommunikáció. Ez Szabó Tímea ugye azt jelenti, hogy nincs oltási program. Ehhez képest egyébként, hogyha megnézzük az európai összehasonlítást, akkor azt látjuk, hogy a magyar az egyik leggyorsabb, leghatékonyabb program, hiszen olyan államokat oltunk be, előzzünk meg beoltottságot tekintve, mint például Franciaország, Belgium vagy Hollandia, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy ezek az ellenzéki állítások, ezek az ellenzéki kritikák, azok valóság alapúak lennének. Hatházi Ákos tevékenysége hogyan értékelhető annak fényében, hogy ugye ő egyetlen pártnak sem tagja, és azért rendre, amikor szervez különböző megmozdulásokat, nem nagyon állnak be mögé az ellenzéki pártok. Tehát, hogyha más nem mondjak, ugye szervezett ide tüntetést például a közmédia székháza elé, és itt sem nagyon lehetett látni ellenzéki politikusokat, ellenzéki pártok zászlói nem jelentek meg. Mi ennek az oka? Egyre kínosabb Hatházi Ákos az ellenzéki pártoknak, ez a tavaly évvégi előbb említett tiltakozás kapcsán világosan megmutatkozott. Távol tartották magukat Hatházinak az eseményétől, sőt nyilvánosan el is határolódtak tőle, azt mondták, hogy nem fognak részt venni pártként ugye ezen a tiltakozáson, mert akkor látszódott, hogy egyszerűen úgy látják, hogy Hatházi Ákos nem hoz, hanem visz támogatókat az ellenzéki oldaltól. A Momentummal van egy laza együttműködése Hatházi Ákosnak, hiszen ugye a korrupcióellenes szlogenekkel ő így akarja a Momentumnak ezt az identitását erősíteni a többi baloldali párttal szemben, de az ilyen álhírkeltési botrányok akár még a Momentummal kötött együttműködésére is hát rányomhatja a bélyegét, és lehet, hogy akár az is meg fog szakadni amiatt, mert például a Momentum számára is már túlságosan kínos lesz Hatházi Ákos. Deák Dánielnek köszönjük az elemzést. Köszönöm én is.